Csókolom, Hajnal Ádám vagyok. Attila, lejöhet kamerázni? Szia, Ádám. Két nagyon hideg van most, és a múltkor picit meghozott ez a téma. Ó, legyen szíves, a szponzorának nagyon kéne. Jó, hogy gyere be, engedj meg. Köszönöm. Nem zavarok? Nem, gyere csak nyugodtan, szép. Attila még a Luká. A Luká? Jó, megvárom. Szóval mi a filmet forgattok most? Hát a Simának egy ilyen korlát videót. Korlát videót? Gyerek megint széttöri magát. Miért nem szintezni őszintet? Á, utál szintezni. Aj, de meg ne velem. Most hát tényleg sokszor széttöri magát a gyerek, úgyhogy féltem nagyon. Utána buliban volt, azért alszik eddig, most már 7 óra is elmúlt, ezt a mindig bóbiskolyának. Mindjárt 7:30. Jézusom! Hú, hát föl kell ébresztőgezni, nem mehet tovább. Keltsük fel. Attila ébresztő! Attila, a sajna süt a nap. Mit csinálsz te itt? Te keljél már föl! Mi a te? Attila, most ne szólalkozzál már tényleg, hát itt a haverod rád vár, vár a munka. Igen. Menni kell dolgozni, hát... Nem kell szó, akkor elkalapállak, komolyan most anya, már. A kalapácsot légy szó, és hagyd békén, hagyd a tükrét. Jó, van, kész a reggeli, engem nem érdekes, már gyere. Na mi van, Ádám, mit forgatok? Korlát videó kell, reklám, simálok. Hallod, akkor jól az árat, aztán befegyünk. Jó, na, okay. Gyere. Egyre csináltam tápláló reggelit neked, puszta jól szintezni majd. Ne, a francba, gyere. Jó, ennyi, egyébként. Hele, egyébként. Aztán kell valamit segíteni? Hát figyelj, akkor látok, hogy tudsz, akkor legyen segítsen, mert ki akarja finni tőle a pályára. Jó, menj, segítek, úgyis fogyózom, és mozgás nem állj. Anya, készen vagy? Gyere, kom meg előre. Fogok meg, fel, de nem vagyok ám meleg. Az is olyan.